Közel 100 Komárom-Esztergom megyei játékvezető edzőtáborozott és tesztelt az elmúlt hétvégén az olimpiai edzőtáborban Tatán, ahogy Erős Gábor, a megyei labdarúgó szövetség játékvezető bizottságának elnöke mondta, ez a nyári összetartás az igazi számukra, hiszen ez a legbiztosabb jele annak, hogy új szezon kezdődik. És ez az igazi főszezon eleje nekünk, tehát mindig a nyári tábor az az igazi nagy főtábor. Hát ugye most vannak itt 90-en, akik tesztelnek, meglátjuk, hogy mit fognak tudni. Azt várom tőlük, hogy azért lehetőleg az alap dolgokat, a fizikai elméleti teszt, azt mindenki teljesítje az elvárt szerint, illetve az, hogy mikor az előadás van, és ami egy kicsit elvárt, hogy mondjuk hozzászóljanak, vagy a véleményt mondják, akkor minél többen ezt megtegyek és jelentkezzenek. Az egy évvel ezelőtti táborhoz képest valami újat, mást is igyekeztek becsempészni a programba Erős Gáborék. Ezúttal az Ausztráliában élő Fábián Mihályt hívták meg vendégelőadónak, az előadás témájának pedig a taktikai szabálytalanságokat választották. Arra kértek meg a komáromi vezetők, hogy beszélgessek, illetve előadjak a fiatal utánpótlás játékvezetőknek. Nagyon lelkesek voltak, úgyhogy nagyon boldog voltam. Csoportmunkát csináltunk, és kifejezetten úgy gondolom, hogy jól sikerült, nagyon aktívak voltak a srácok. Erős Gábor és Fábián Mihály is azt vallja, hogy a játékvezetés dinamikusan fejlődik, változik, így nincs egyszerű dolguk a fiatal játékvezetőknek sem. Komárom-Esztergom megyében mindig akad egy-két tehetséges fiatal. Mindig van egy-két szép tehetséges játékvezető. Kiemelhetem most Drabon Barnabást, aki Párizsban volt kint egy ilyen amatőr tornán vezetni, és nagyon szép sikereket ért el. Én azt mondom, hogy rajta kívül is van még azért itt egy jó pár tehetség. Mi megpróbáljuk nekik megadni azt a segítséget, hogy ez ki is jöjjön, de nagyon-nagyon sok kell, amit nekik kell beletenni, hiszen csak annak lehet segíteni, meg aki akarja, hogy segítsenek neki, meg el is fogja adja, hogy segítsenek neki. Drabon Barnabás az előttünk álló szezonban már a megyei első osztályban fújhatja a sípot, a 2002-es születésű fiatal játékvezetőnek komoly tervei vannak egy párizsi siker után. Most a nyáron felkerültem a megye egyes kerettagságba, én ennek nagyon örülök, és hatalmas meglepetés volt, és voltunk két nagyon jó barátommal és kollégámmal Párizsban, július 7-től 14-ig. Nagyon élveztük, szerencsére ketten kaptunk is döntőt, én az U19-es női döntőt vezettem, és a torna végén a legjobb játékvezető talentnek választottak, ami szintén egy hatalmas öröm volt nekem, és próbálom e felé venni az irányt, magasabb szinten űzni ezt a szakmát. Nem csak Barnabásnak, sok fiatal játékvezetőnek is célja, vágya, akár egy Bajnokok Ligája döntőn való közreműködés. A megyei fiatalok előtt van példa bőven, hiszen Kassai Viktor 2011-ben játékvezetője volt a Barcelona Manchester United összecsapásnak, közreműködőként pedig ott volt Erős Gábor is, a vendégelőadó Fábián Mihály is. Utóbbi azt mondta, hogy nem tud és nem is nagyon akar kiemelni egyetlen mérkőzést a pályafutásából, de ha mégis meg kell tennie, akkor az természetesen az a bizonyos Bajnokok Ligája döntő. Nem szeretnék speciálisan mérkőzéseket kiemelni, legfeljebb egyet, nyilván a Bajnokok Ligája döntőt 2011-ben, ahol a Kassai Viktor munkáját segíthettem alapvonali játékvezetőként. Úgy gondolom, hogy az volt a pályafutásom legfontosabb és legszebb mérkőzése, ha lehet ilyet mondani. Nagyon-nagyon próbáltam kiélvezni az összes pillanatot minden nemzetközi mérkőzésen, illetve hazai mérkőzésen is, és kellemes emlékeket magamba zárni, úgyhogy hát úgy gondolom, hogy sikerült, és ezek örök emlékek maradnak mind.